Na, hol voltunk IC? Hol voltunk IC-set? Nekem is ír az OTP, úgyhogy kántás vagyok. Hát, de rendesek ezek az OTP-sek. Hambus? Tényleg Hambus, emlékszem, Hambus. Easy-vel még nyomni kérem a izét, és mondjuk Easy, nem tudom, itt vagy Easy, nem tudom, hogy ma innék el. Fú, az a tegnapi nap. Geci, ez nagyon sokat ittam. Még holnap is azt tervezek, szóval nem tudom, most valahogy annyira nem kívánom az alkoholt. De hát... Ez sokszor van így, és sokszor mégis iszak, úgyhogy... igen, ez az életem egy mondatban. MC-ben kéne építenem egy izét? Mert csak simán is jó, benne vagyok. Mikor? Hát figyelj, Easy, az a baj, nem, amúgy őszintén nem tudom, hogy nagyon sokat akarok RP-zni. Igazából ki akarok rabolni egy palettót, de most egy 9-es sort a fasz se várja végig, szóval lehet, hogy csak feljövünk, elintézek pár dolgot, igazából lehet csak, hogy nem tudom, dumálgatunk, tárgyalunk egy-kettőt, beszélgetünk a frakival, szeret, igazából még fél óra múlva, és fasz se tudja, most kicsit így eljátszok egy 10 percet, meglátom, mi a fasz van, azt meg szólok. Pia nélkül is lehet, valóban, de valami Easy kell, érted? 8 óra? Amúgy az jó lehet a 8 óra. Szerintem az jó lehet. Ja. Azzal nem hiszem, hogy lesz gond. Na jó van, leveszem a kamocset. Pörgessük. Gratulom mindenkinek a késleményekért. Visszaért be valaki? Amúgy vannak ilyen emberek, akik instant visszaértek. Vannak, remélem, hogy össze fognak így összességében írni. Kicsit kellemetlen lesz, hogyha újra kell sorsolni mindhármat. Na az vagy meglepődnék. De hát figyeljetek, sose lehet tudni. Legyen akkor 8 óra, így van, Easy-ke, így van. Benne vagyok. Legyen. Meg annyi, hogy jövő héten lesz még egy charity, mert ugye van ez a gyermekétkeztetési alapítványokon a gyűjtés, ezt csináljuk 15-en, és jövő héten kedden is lesz egy 2 órás gyűjtés nekik még, úgyhogy aki esetleg akar majd charity-be, az ott megteheti majd. Na. Pörgessük. Milyen most? Hát mindig én vagyok a boltos. Hát kéne öltözni valami nem szerelő ruhába. Az a baj, nem is bírunk beállni a sor, mert a többiek későn szoktak megjönni. Aztán... Jaj. Nem működik a rádióm? VTF. Ja, mert hullás frekvenci van. Vétel! Hello. Mi van? Szia, te kis... Szevasztok. Tudom, hogy nem szerelői, tudom. Amit Gerész költem, az elég OP. Nem vágom. Már nincs kibe is a végelet. Megnézzük mekkora a sor, mert most a tegnapi palettó miatt kicsit rosszul érzem, meg most tényleg ki kéne rabolni. Jó. Mondtok izéket, dark webeket. 56. 284. Elfejtettem a felét. Hello. 248. 256. 219. 224, ha kell. 248, ha kell. Markus, vétel. Hello, van még fel? Persze. 118. 218, van még hely? Nem tudom, nem hiszem. De negyedikek vagyunk a sorban, hát az a baj, a faszom ki van a várással. Nem csinálunk inkább egy túsz drámát? Van egy ötletem rá, egy egészen komplex. Okay. Megyek, kidolgozom gyorsan. Mit hisz, 10 helytartó? Ez a bet. Semmi. Fára, mennyi pénzt fog kapni a hétre amúgy? Hát még ki kell gondoljam. Jól gondoltam, mert rendelgettünk dolgokat. Hát max nem bírod kifizetni, az már nem az én problémám. Mondtam, én is mondom, max most átterheljük, annyi baj legyen. Ja. Hát amúgy nem hiszem, hogy vele fognak menni. Nem, belementem. Mert miket rendeltél? Hát 20 shotgun, 500 shotgun. 20 shotgun? 20 shotgun az 100 ezer dollár, te hülye! Az kitől rendelted? Olcsóbbat vettem, az olcsóbbat, a 3 ezer. Hát ez még úgyis 60 ezer. Ja. Márkus, azt kifizetjük majd, akkor a sósat, oké? Persze, megoldjuk ezt. Mi az agyám, miért kell neked 20 ezer? Most vettünk 5 ezer. Még 5 ezer. Gonyoltam, bárcsuk.
De most vettünk 3000 golyót. Hát de kell a shotgunba 5000 lőszer. 5000 lőszer, ezt kitől rendeltétek? Ez nyomatosabb. 5000 golyót el kell ülni 20 darab shotgunnal, főni. A shotgunba csak 500 lesz, az a spóroljatok. Tisztelet, tisztelet! Annyi, hogy a Markus lehet adott le nektek majd 20 sárjános rendelést, ez igaz? Én nem tudok róla. Ja nem? Nem tudok róla, mindjárt megkérdezem. Azt mondta adott, lehet, hogy csak át akar verni. Hallod, Bibibil, gyere! Feladott le a Markus 20 shotgun rendelést? Magnum kérdezi. Nem, Magnum adott le egyedül. Jó, ja. Hát akkor nem kaptunk. Jó, akkor át akar venni, akkor csak tréfálódik, tréfál velem, hogy a köcsög. Jó van. Szevasz. Okay. Hello. Hát a másik motor azt itt a rendelt, a faszom ki van. Mi helyzet? Mit csinálunk? Minden jó, hát most várunk a sorba. Jó. Jó. Azt hiszem, hogy egész hát életünk a sorbálásról szól. Várakozott megvárom őszintén. Hát az a baj, én is így vagyok, már faszom ki van a várással. Mindig csak várunk, amúgy akkor lehet kéne a túlzdramát, akkor mennem, összeszedem a tervemet, és akkor lehet, hogy azt meg tudjuk csinálni, jó, ja. Okay. Egy rendőrt kéne túlszulejteni, azt úgyis szeretik. Itt van egy intéző. Oh, várjál, már még kell egy kis idő, az a baj, de amúgy... Egy rendőrt a dolgászatban. Meg a Wings of Pain-ben. Az a baj, még sehogy sáv, most érek oda csak. Hova érek, bazzik, itt vagyok egyedül. Sehova nem érek. Itt vagyok a nagy postánál. Wings of Pain-ben is van egy amúgy, hogy kell. Itt állom, hogy szerencsétlen lúzsit. Persze, félsz, ütőképes brigád. Szóval, Zero Fighter írt egy ötletet. A katonasági hídra. Kicsit komplex. El kell elevenítsem, el kell olvasom újra, de annyi a lényeg, hogy elblokkáljuk a híd két oldalát, és hát bezárjuk magunkat középre gyakorlatilag, és mondjuk az a baj, a rendőrök azt mondták, halálbüntetést kapunk, hogy tízével dobálózzunk. C4-en meg ilyenek, de hát azt látok, hogy Zero Fighter, hogy kargóbobokkal emeljünk fel kocsikat, amikre C4-et rakunk, és fenyegessük őket azzal, hogy rájuk fogjuk dobni a kocsikat, amiken C4 van, és aztán pedig dobáljuk el őket, és robbantjuk be a kocsikat. Valami ilyesmi, mindjárt konkrétizálok, de az a baj, itt sokkal megbukási esély, főleg a C4 diszponolása. Most pont azon gondolkodtunk, hogy beszélgettünk be arról, hogy kéne egy ilyen C4, ugye maga a C4 item, meg kéne egy detonátor item, meg kéne egy ilyen diffuser item, hogy úgymond a C4-eket lehessen izélni, deaktiválni. Halló? Halló, bocsánat, most mondja itt az egyik memberöm, hogy mi mégis leadott 20 shotgunt, meg 5000 lőszert, meg 500 shotgunt lőszert. Jó, figyelj, annyi, hogy lehet, akkor csak tőlem vegyetek fel rendelést, mert ezek a hülyék el fog menni egy hétre. Rájuk bíztam addig, hogy csináljanak, amit akarnak, adunk nekik is pénzt, azt mindenkitől rendelnek, annyit, hogy soha nem fogják tudni kifizetni, szóval... Egy rendőrt szexuális. Szerintem csak tőlem vegyetek fel rendelést. Ó, oké, akkor ezt ne vegyük semmisnek. Hát majd még megbeszélem velük, egyelőre igen, össze, Max, majd visszahívlak én. Jó, nem ígérem, de jó. Mit te ígérsz, hogy visszahívhatlak? Igen, de azt igen, na mindegy, ma majd. Mindegy, na, oké. Okay. Szarkész, jó van. Na, hello. Mondja, tékos. Mi a fasz? Nem ígérem, nem ittem. Geci, jól néz ki a játékom, de csak nézzétek meg, kurva, hát, nagyon kemény. Ez egy 10 éves játék, csak állj meg egy pillanatra is, és azt a kurva, nagyon kemény. Zseniális. Jönne még ilyen, hogy törli a rendelést? Ja. Hát jó, hát nem lesz pénzük kifizetni, annyit nem fogok adni, hogy annyit kibírjon fizetni. Jó, hát figyelj, Zsolt, ilyet próbálkozni kell, nem? Úgy lesz izgalmas,
Azt sem tudom, hogy egy hétre, vagyis hát 6 napra mennyi pénzt adjak nekik amúgy. Ez kell, szerintem is a körül kéne. Igen, van egy elég költik izére. Márkus bácsi. Rendeltem magam a srinak ajándék, úgyhogy így Szerdára az, hogy tudsz egy kicsit bele, hogy... Nem ért, mi? Mert ez titok, mert ez meglepetés, ajándék. És úgy képzelem el ezt, hogy már visszaegal, belolvasom az izét. De nem mondom el, hogy... Nem mondom el. Ajándék. Szóval... Nem illik meg kérdés ajándék. Egy-két kargó volt számon egyedül, nagyobb autó, amikre cénét leraktok. Annyira, hogy majd csináljunk egy ilyen kis elzárást itt a híd közepére. És egy kargóbobot dobálunk a rendezzel, fegyek egy kölyre rájuk, dobjuk a kargóbot, amit C4 van. Vagy az a baj, ettől fél, hogy a C4-es dolgok jók amúgy. C4-es dolgok jók amúgy, csak nem akarom, hogy a rendőröknek a fasz, aki legyen a C4-ekkel. Mert elég sokat használtuk. Pont most az elmúlt időben nem használtunk túl sokat, de az előtt meg nagyon, szóval. Na, ugye ezt egy megjelent egy próbát. Szóval annyi a lényeg, hogy gyakorlatilag bezárjuk a közepét a hídnak, oda elviszik a rendőrtúzt. Két-két kamion elblokkádjuk a közepét, felül van egy kargóbom, ami visz egy kocsit, amin egy C4 van, és azzal fenyegetjük a rendőröket, hogy rájuk fogjuk dobni a C4-es izét, hogyha nem csinálják azt, amit mondunk, stb. Meg ugye a rendőrtúz. És a menekülést úgy is el tudom képzelni például, hogy ide a híd alá, az a baj, félek, hogy itt a foldemésben dögök leszünk, nem? Én egyszer emlékszem, biztos emlékeztek ti is, én faceless-be egyszer leugrottam itt, döglettem. Dögök leszünk szerintem, hogy itt leugrunk? Nem, mert múltkor meg kipróbáltuk ugyanezt, nem lettünk dögök. Akkor viszont úgy tudom elképzelni, egy jetski, és mondjuk három abba az irányba, három másik irányba, és mondjuk így feleződik. Csak mit kérünk érte pénzt? Vagy 3 kilót? 3 kilót, 30 ezeret, nem 3 kilót, 300 ezeret. Egy 30 ezeret csak elkérhetünk egy ízézsekáján, nem? Hát annyit bőven ér. Mennyi lenne reális szerintetek elkerítset? Ha most nem papírt, nem. Arra másik RPC-t akarom. Jó, elmondom nagy vonalakban, hogy akkor mi a terv. Szóval, hallottok faszán? Hallunk, persze. Jó, szóval, van ez a katonasági híd, ugye tudjátok, ami összekötik a katonaságot. Na, ide beállunk a közepére, és gyakorlatilag elblokkádoljuk, egy ilyen kis ízét csinálom, kis fedezékeket csinálom magunknak kamionokból. Annyit kell tudni, hogy elrablunk egy rendőrtúz, behozzuk a közepére, és a két oldalról ugye a rendőröket értitek, fenyegetjük majd. Viszont lesz egy helikopterünk, egy kargóbob, ami egy autó, amit autót fog vinni, és az autó rajta lesz egy csomó C4, és azzal fenyegetjük őket, hogy rájuk dobjuk a C4-es autót. Vagy értitek, vagy azt csinálják, amit mondunk. Szóval igazából egy lebegő C4-es autóval fenyegetnénk őket. A menekülés meg úgy zajlana, hogy ugye itt lebírunk ugrani a vízbe. A híd alatt elrenjek rejtve jetskik, és hárman... Amúgy lehet róla szó. Itt van lesz zsébe, homonizba. Felintézzük? Hát, ja, elhozhatjátok, csak még ne hozzátok ide. Márkusz, tudsz nekem segíteni? Hát akkor figyeljük, akkor én intézkedem. Nekem... Hoz ki. Még mindjárt jó. Fog segíteni. Jó, csak kamionok lenne szükség neked, lehet vannak ismerőseid. Még mindjárt, aha. Gyorsan átöltözök itt a Hornis, vagy mi ez? Hornis? Átöltözök is megyek Hornishoz. Miért Hornishoz? Ha gyere be a kötéllel a fogyatékos parkolóba, gyere. Jönnek a vízi rendőrek? Hát akkor jönnek. Hát abban benne van abban, hogy egy kis realitása, vagy dökként fogunk feküdni. Ára véleményben lehet menni majd? Amúgy igen. Hát a helikopterbe is megvan a rendőrtúlsz? Persze. Márkusz, mellé vagy? Márkusz, nekem ide kéne leginkább amúgy.
Márkus vagy Takeo, Takeo kell nekem, mert itt hát kéne egy-két dolog ide. Ó, menjek jövök. Hát a katonasági hídra. Oh, oh no. Addolós admin. A tulaj vagy. Mikor jön a slots? Kis Abdul Fingja kérdezi ezt. Figyelj, 9-9 körül szerintem. Most 8 körül, 8 körül. Itt vagyok. Ide tudsz jönni? Ide hoztad már most a rendőrtúst? Én nem ott vagyok. Hát gyere már ide. Én a hídon vagyok, ember a katonaszági hídon. Bazd meg, akkor hozzá már egy... Fog, hozzá már egy autót. Mi kell Magnum, milyen autó? Figyelj csak, két darab ilyen olajos kamion kéne, tudod, az a olajos nagy kamion. Vagy várjál, amúgy ne, utánfutós nem lesz, vagy hát... Ja, utánfutós jó lesz amúgy, tudod, ez az oil tankeres cucc. Abból kéne mind a két oldalra egy-egy, igazából meg majd egy kargóbob. Ja, hazaugra gyors C4-ért, mert az kelleni fog, meg... Ja, mindenki menjen haza, nyomjatok egy kólát, érted, kólázzatok be. Mindig a lehívott BMW, de hogy ez a sajátom. Tudom nyitni, zárni. Nagyon megy ez a kocsi, nem vagyok lekötve. Anyám, hogy megy ez a kocsi, nagyon kemény. Mondom én, 10 per 10-es sofőrség van, pedig miközben cseted is nézem. Mi van, gyík emberek? Nagyon megyek. Fiúcskánk, folyatok, ha megvagytok, köszönjük. Hát ő még az a szép alapelc. Egyelőre mindenki más, Leopold, Márkus, mindenki kérde fegyver, meg ilyenek, azt ide jönni majd szépen. Mindjárt én dolog, most megyünk. Akkor én a kis rendőr kollégámmal kiindulhatok már a helyszínre? De te még ne indulj ki a helyszínre, akinek a túsz van. Okay. Addig tarts föl, beszéltes, faggasd ki. Ne legyél vele túldódó, Izsi bácsi. Hát Pistik, amúgy nem olyan rossz, tehát csak ez kurva unalmas, hogy gondolj bele valakinek az RP, hogy izé 5 percig nem lehet meg nem hall semmit, tehát ez nagy gameplay, amit hogy érted, ez nem túl, nem nagyon élvezi semmilyen féle formában. Halló! Javas! Ma? Azt a kurva! Durva, hogy tegnap volt, már 15 cigi elfogyott. Én nem, pedig most pumpálom. 12 óra alatt se. Én egyetlen egy cigit se szívtam. Hát már mostanában... Van kaja? Valakinek esetleg tudtok adni léci? Na, akusztáva. Köszi. Nem az Roszkó. Indulunk, gyerünk. Roszkó, tudsz helikoptert vezetni? Engem. Tü. Meg Takeo, tudod, még kéne még jetskik a híd alá szerintem, hogyha van valami spanod arra is. Márkus? Hol vagy? Ami 40 percig túlsznak lenni. Te hol vagy? Itt a garázsnál. Hát öltözölném majd, Ja. Amíg most nem nagyon izé, galaxián senki se izé. Tudsz a Roszkónak intézni ilyen kargóbobot? Van valami spannod, akit fel tudsz hívni? Roszkó, de tudja vezetni a Roszkózt. Tudod Roszkó vezetni a kargóbobot? Igen. Hát szerintem egy 5 darab. Jó, Roszkó, de elviszlek hozzá. Jó.
Annyi, csak a Roszkó legyen a helibe majd, többiek majd lentre kellenek. Jó, hogy mindenki mehet oda még a Vuzin kívül. Vuzin, neked még két perce szerintem jelent te is, majd szólok csak. Még majd mondjad, mint mondjad, majd mondjad Oxy, Oxy. Nem megy ez a kocsiám, mondjuk az egész én jó. Én közben fenyegettem egyébként, hogy leszopom a faszát. Fenyeges, keményen. Kit raboltál el? Mi a neve? Kit raboltál el? Leslie. Ó, Mr. Piongot. Mindig úgy hívtam. Fékert? Aha, de engem is föl tud lenni valaki majd otthon, vagy menjek külön? Én meg most indultam, visszajelkérte Nyomi. Jó, rende, én is még egy perc, mire hazaérek. Megvárlak a kapuba. Oké. Okay. Kíváncsiak ezek az IRL-ek milyenek lesznek, chat. Arra nagyon kíváncsiak. Nem tudom, mit verek az egésztől. Olivia-t fel kéne hívni. Fel kell térjel el. De amúgy csütörtök péntek jövő héten. Ja, még abban nincs is benne, hogy melyik napok, de ja. Csúha. Felhívjuk a Olivia-t. Annyi kérdésem, hogy én le vagyok maradva. Most mit csináljuk a helikopterre? Menj a katonasági híthoz egyelőre, aztán majd egy kocsit fel kell emelned. Valami alká, csak jó lehet, mondjuk ebben van valami. Kurva alká. Meg van a kargó. Jaj, a kargó, az megvan. Na jám. Ja, mi mikor jön? Hát akkor indítok valami más zenét, addig most már kell valami ízé nekem, valami... Mit hallgassuk, érzet iszítsz ez amúgy? Bob Marley? Te leopoldj úgy át az ajtóba, akkor... Oda álltuk. Csak nem lent innen. Ja, egész jó. Hátsó bejár. Hát jó, de basz meg, hát ne állj be az ajtóba. Tudod, mikor fog sétálni? No, nem sétál. Túl sok a meló. Edünk. Nem érek rá én a fúságokra. Hát haladj, miért nem vagy még ott? Nem vagyok még ott. Ott kéne lenni egy pár percen belül, mert nem kell egy rendőrbe az önöt fogságban egy ideje. Ott vagyunk. Igen? Ja, akkor csak ott hagytad az autó, mint egy igénytelen, nem helytartó. Ott hagytam. Ez nem megfelelő viselkedés a helytartósághoz, Leopold. Ott hagytam. Példát kéne mutass. Ott hagytam. Utasz példát, Leopold. Akkor melyik híd? Nagy híd, vagy melyik? Nagy híd. A híd az autópályán? Aha, ja, ahol az alagút előtt. Nagyon komoly ez a kocsi. Szólt, szóval majd belobbantunk. Nagyon komoly ez a kocsi, Gec. Nem láttam, hogy az. Elgévesztő. Kíváncsiak abban, mi lesz mondjuk. Az biztos, hogy megint körözés. Ennyi kis lyuk elég, azt mondtad, Markus? Beugrunk egy ejtőernyőjére, ezt sose állt, nem? Ja, jó, hát, akkor veszek én. Valaki el tudja menni, mondjuk. Egyver van mindenkinél, ugye? Köszönöm. Biztos, hogy megvesed? Nem, hát ezek szerint nem. Csak fel kéne hívni Olivia-t. Fel kéne hívni Olivia-t, baszki. Hú, nem csön ki, hú, még szerencse. Ja, hát utál most képzeld. Hát de hogy eddig oda volt érted? Hát azért, mert ugye egy ilyen szerelmi bájítalt ítettem meg vele. Egy konciol a figyelőim. Hát de a nélkül nem volt oda érted? Nem. Persze, akkor rá kell segíteni. De azt hallottam, hogy most a lányal oda van értem képzelni, ami elvileg áradozik róla meg ettóba. Ezt nem hallottam még, de majd rá kérdezek. Lehet, hogy akkor csak a mó. Azt nem értem, hogy miért érte meg valaki ezt a nagy őt, hogyha még így is párt keres. Hát figyelj, lehet válogatós egy kicsit.
Azért gondolom a Hornizba is sokan csapták neki a fejet, azt mégse állt össze mindenkivel. Vagy mondta azt, hogy mindenkivel összeállt. Ezt magam se tudom. Jessik is megvannak? Persze. Ezt a Mitsubishit kéne felvenned, Roszkó, figyelj csak! Amúgy nálam ez sziroki van. Mert le van füstöl, majd ezt felrobbanjuk, ne aggódj. Ez nagyobb felület, nem? Jó, ez jó. Óvatosan megy fel, van rajta egy bomba. Jöhetsz, Fuzi, jöhetsz! Akkor melyik híd? Még egyszer a katonasság, ugye? Katonasági alatt? Al az alagút, igen, igen, azaz. Mi a fog menekülni? Ki a zsoppod már? Te jazz kickkel. Vaj, azaz még nincs amúgy? De van, itt már lézi híd alatt. Ja, hát úgy gondoltam, kicsit beljebb állhatnánk abogy, mert az úgy jobb, hogyha csak egybe leugrunk, nem? Hogy nem kell szaladni. Mindegy, mindig a törés van az alul. Ja, bezártad a másik oldalt is? Ja, az kurva jó akkor. Persze. Ez úgy nagyon jó akkor. Akkor jól értem, most van alattam egy bomba? Ja, az autón, amit izélsz. Hát, ez biztonságosnak hangzik, és annyi, hogy hogyha szólok, akkor rá kell dobni a rendőrökre. Nem lehet jóba mondod. Hát, ha szólok, akkor rá kell dobni a rendőrökre. Szabi, köszi a gipte, tesó fandonia, köszönöm szépen, köszi. Nagyon kemény. Amúgy nem most a hátulnak, ami nem tudom, kötőártya gyulladása van szerintem, valószínűleg. Kötőártya gyulladása van. Vagy nem tudom, hogy ebben van dagad mind a két szeme, és alig lát, meg fáj neki, meg köhög, nincs hangja. Elég érdekes. Hát kicsit dög. Beküldtem generálba, figyelj, mint a démonnak. Hát nem, anya, úristen, geci, ez nagyon para. Azt a kurva. Ember, véres a szemed köbö. Hát az nem baj, hogyha van pluszba. Na, nincs. Szabi! Gure. Kigresselt a fájmemem. Mindegy, nem a streamált le, az már nem olyan rossz chat, az már nem olyan rossz. Figyelj, legalább eddig van, hogy zseniálisan haladunk, én úgy vagyok, zseniálisan haladunk, majd eddig makulátlanul megy minden, boldogság, csoda, csodálatos csütörtök van, ezt ne felejtsük el. Köszönöm szépen, Szabi, az ötre a számgiftet tevének, Torti Glionicsnak, azt mondja, Márkinyosz 1022-nek, Aranimus 001102553-nak, és DJ Dr. Spilének. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. Tényleg annyi? Valóban. Valóban, de a rendőrök ezt nem tudják. Bár amúgy menő lenne, szóval újra rá kell majd dobjam, már még egy szóval. No worries. Csak megkeressék többször. Nem robban fel a cíne ilyenkor. Azt kéne még amúgy, kemény lenne. Na, vergődjünk föl. Let's go. Jobb, mint reggel? Szabi öreg, köszi az újabb ötösen, azt mondja, StepX-nek, Vroxnak, Tomzinak, Zero-nak, Pro-nak és Ádámnak, köszönöm szépen, Szabi, nagyon kedvesek, köszönöm szépen, köszi. Ne csinált már, hogy energikusak, pörögjön a Tools dráma, kíváncsiak, mi lesz belőle, mert őszintén legyek veletek, lehet, hogy dögök leszünk, mint igazából elnézze azt, hogy Goofy Gang hogyan szokott szerepelni reakciókon, több, mint valószínűleg, hogy dögvész, ez be fog köszönteni, de nem baj. Privátba küldted, hogy reggel milyen volt? Anyád! Ez nagyon para! Jézus! Azt a kurva! Lejjebb tudsz állni kicsit amúgy, mert hát a cénét újra el kell dobjam.
Na mondjad, Szabi. Remélem, sikerül eltalálni. Jó, az úgy... Jó, tudod egy helybe tartani? Vigyázz, Leo. Oké, figyelj. Megvan, viheted? Mr. Pyong, rohadja meg a Hornizba vásárolt? Ezt hallottam, igaz? Nem, milyen Hornizba? Nem azt mondtátok, onnan hoztátok-e? Elhoztátok ambusba, ti rohadt gecik, azt mondtátok, a Hornizba van. Nem, én szegény, mondtam. Egy hű vásárlónkat ide hozzátok? Én hát a ambus bezsér nem sokat mennék ajánlni. Ne vásárolj a ambusba. Ezért tényleg gyerekekben is. Nem tudom, Szabi. Mire gondolsz? Ilyen boosterre, vagy micsoda? Szóltunk már amúgy a rendőröknek, hogy itt van, vagy most itt várunk, nem, mint az izé. Nem, csak itt áldogálunk. Ja, az fasza, akkor jó. De nem lenne egyszerűbb, ha ő rádiózna be? Kicsit hatásos. Meg van bilincselve. Hát leveszem róla a bilincset. Ja, hát akkor rádiózom be, segítség, elraboltok SOS. Ne rúgdossátok már, mit tette lened, Leopold? Mi se kapja, már utálom. Eloldozhatnám, Leopold, nem? Most már megjúgottam már. Mit csináljak vele? Na, visszaadom a rádiót. Állítsam meg, vagy le? Le, meg. Mit mondjon, Magnum? Erre bolták segítség, Katonai híd. Én nem is vagyok. Utána kérem vissza a rádiót. Bozsák, hogy se hozták, hogy se útlom, én nem is vagyok benne. Vétel? Te nem bírok, Márkusz. Kollégák, elraboltak. Segítség, angol szabban kicsit. Segítsenek, itt vagyok a Katonai hídon. Alagút. A rohadékokkal. Meg fog dögölni. Milyen beosztásban most, Mr. Pyong? Milyen beosztásban vagy? Tiszt. A tiszt maga, akkor kérhetnénk esetleg egy szerelmi tanácsot. Na, rádiót közben. Na, hát azt szeretném megkérdezni, most ugye képzelje, hogy Olivia, ugye életem, hát azt gondoltam, életem szereme és a gyerekeim jövőbeli anyja, ám bár kiderült, hogy rohadtul nem, mert három faszival kúr egyszerre, képzelje el. Nem is volt randizni. Azt nem, ezt nem hiszek magának, tényleg? Úr, igen, én megfelelő randi volt. Szajha! Bocsánat, elnézést. Úr, ne kell ki ennyire magadban. Bocsánat, elnézést. Ilyen vakrandi volt, ugye. Köszi, Szabi, amúgy, de hogyha, igen, a Discord-ad. És most hát azt szeretném kézni, adtam neki, hogy hát Murph kocsvasztott egy ilyen szerelmi bájítalt igazából, és hát oda megítattam vele, ugye, és belém szerelmesedett, de elmúlt a hatása, és most utálna engem, mit tegyek? Fuha. Kérjen bocsánat. Mit javasol? Hát nem, mert igazából azt mondom, hogy az egész egy kamu, mert nyilván az. Ja? Csak egy felültetés. Szóla, Prip, köszi szépen az adra, szerinted, baszki. Ah, ez jó ötlet, ez jó, de mi van, ha valakik meg ugye tudják bizonyítani, hogy ez így volt? Mert fizettek Larrynek, ugye, aki csinálta magát a koktélokat és adta Murphnek, hogy mondja el, mi történt. És igen, így meg kicsit úszik akkor a dolog. Szóval a Prükkösz, az 5 darab szemgített Ádának, Figitinezek, Kobenák, Sironak és KSK-nak. Meg de az se jó, hogy az se jó, hogy bedrogoztam, nem? Mert az se túl jó. De már mint hogy maga volt kábítószeres, ja? És nem tudja, mi történt. Ja! Ugyanúgy nem rossz ötlet, nem rossz ötlet. Köszönöm szépen magad. Gyertek, jöttek a rendőrök! Meg fogják látni a jazzkiket. De szép az ég amúgy. Hát annál csak egy szebb dolog van amúgy, chat. Ti, igazából meg a mosolyotok. De itt van már, itt van már. Van már jó pár rendőrautó, 3-4-et biztos. Biztos látok, rohadjanak meg. Úristen, mondom is, hogy tényleg sokkal szebb, mint az ég. Tényleg sokkal szebb. Elképesztő egyszerűen. Úristen, hát én már szemem mondjuk, na bazzek, az nem szép. Anyám, de paráznék, ha felkelnék és ilyen lenne reggel a szemem. Elkedek egy kettő ám, úgy tényleg. Nagyon kemény, geci. Itt vannak a rendőrök, izé, de tudja, hogy már mindenki figyelni itt az utakat. Fegyvert elő, készenlét, vörös kód. Vörös kód. Magnum, vagy te nem beszélt a rádióba, vagy én nem hallom. Halló, hallotok? Most jó. Valamilyen mások oldal. Á, nem kell elmenni amúgy a legvégére megint, szerintem. Megint nem. Nem kell elmenni a legvégére. Ez is rádió amúgy! Fú, ez én nem fog, többet én meg a rádiótagadó leszek. Ez egy fos, ez egy fos. Ez egy kibaszott fos. Jó, hogy nem rendőr. Akkor már lehet, nem lenne haja. Hát,
Már így kezd hullani a mostanában kibaszott rádiótól. Háromszor mondok el valamit, és kétszer nem lehet hallani benne. Látszik, hogy már a stressz miatt jön neki az őszhajszálat. Rohadt gecik. Sívesen. Ez az Leopold, ez a tarts, fenyeges, keményen Leopold. Fenyeges meg Mr. Pyongot. Lenes. Óvatosan. Mit vállal, az kicsoda? Ez Bongas, te vagy? Takeo? Én vagyok. Hello. Nem félsz? Mitől? Hát leesel, jó, mondjuk itt még nem tudsz hova annyira, mondjuk de. Én azt nem tudom, hogy... a kokainom is eltűnt, baszki. Az a baj. Nem megyek. Van aki egy fölös kólája, mert... Tudok adni. Én nem, mert az a baj, hogy izéltet. Egy csúsztam. Hát ez probléma. De bazd meg, kokain nem üdítő. Jó, azt hittem, bazd. Istenem. Geci. Nem is értem, te adod egy csokis milkshake-et. Figyelj, azért mondjuk, nem biztos ugyanaz hatása. Azt a mindenit. Ki tudja, ha cukorbeteg vagy, akkor lehet. Istenem. Mi a f... Most felszívtam és nulla... Ezt látjátok? Csak felszívtam és nulla shieldem van. Most ez mi az a... Mi a fasz? Van egy kis baj. Na mondjad. Mondd el nekem. Meghallgatlak. Mi a baj? Mi a baj? Elszívtam az egyik grammot, ez semmi. Semmi. Be se ütött. Ez majd felütött szarból egyébként szerintem. Én, na, én már... szívtam egyet és nekem se úgy hittek mindig. Három elment. Rohadékok! Tárgyalni akarunk. Ne rájuk lőj a levegőbe. Vagy az aszfaltra lőttem, na ide. Csak ide jönnek tárgyalni ezek a mocsarékok. Mondtak valamit a rádión azóta, Mr. Pyong? Hát nincs nálam a rádió. Visszadt a rádió. Ja. Mondjuk lehet jobb is, hogy is rádiótagadó. Ne, Leopold, mit feszülsz már rá? Mindig azt mondja, hogy nem szeret. Mindig baszogatja amúgy. Téged nem sokan szeretnek. Üti a fejem mindig. Na, mondjuk akkor megérdem. Ez üthető. Közelítenek a rendőrök. Gyertek ide, aki itt van. De az miért fut? És kiabáljak? Közelebb kéne az énünk, mert nem helikopter miatt. Hallom! Jöjjön már közelébb, alig értem, amit mond! Mit akarnak? Jöjjön már, nem hallom! Mit akarnak? Tárgyaljunk rádión! Lente, hány a frekvencia? 888! Egészség! Rendben van! Tisztelt! Lejövök rádióra addig. Roszkónak mondjátok, hogy álljon már rendőrök fölé rádión. Hallom, tisztán és érthetően, ki maga mutatkozzon be. Sen Mususi jelöl vezető. Mususa. Üdvözlöm. Kedves Mususi, látja azt a helikoptert maguk fölött? Látom, nem tetszik. Igen. Rossz kicsit följön menjen Roszkó. Hát az a helyzet, hogy arra az Evo-ra rá van szerelve egy kibaszott bomba! És hogyha nem követik az utasításaink, akkor fel fogjuk robbantani. Följebb menjen már a Roszkó, mondd már neki, Vuzi, kérlek, mert hülye, teljesen hülye, lerakja melléjük a kocsit! Mondják, mi a kérülés, utasítás, mondja! Valaki mondja a Roszkónak, hogy menjen már följebb, mert fogyatékos szegény. Azt szeretnénk, illetve itt van Mr. Pyong, Leslie, tiszt, személyesen. Illetve ha kiderült, randizott Olivia, hogy egy rohadt geci is mellé még. Elmondom, mit szeretnénk. 30 000 dollár kp. Itt most. Maguk és mi. Én cserébe. Így van, illetve a bombát beledobjuk a vízbe. Rendben van. Hát az... Uh.
Ó, nem tudom milyen szúnyog csípett engem, de lehet ez valami vad, valami csíkos vadállat voltam, hogy meg konkrétan nem az, hogy viszketnek a csípésé, mert fájnak. Úgyhogy nem is vakarnak meg, és elképesztő, nem tudom, hogy valami mutánsok lejutnak itt a lakásba. Nagyon kemény. Tudj, remélem, hogy én hallgatnék is. Kaleón, rég hallgatunk Kaleón. Zenék kell alapján, hogy ezt teszem észre, hogy most egyre többet streamek, egyre több zenét hallgatok streambe, és megunjuk. Szelény malária? Tigris szúnyog? Na, az szerintem az volt az, Domi! Múltkor is megcsípett egy tigris szúnyog, és napokig fájt. Nem tudom, hogy ezek hogy kerül ebbe a lakásba amúgy. Azt hiszem, tigrisek csak Indiában vannak. Tizet tudunk adni. Tudjuk későn magunkat. Tizet? Roszkó, dobd rájuk a bombát! Nem, 15-öt! 25! Figyelj, alkudjunk meg, 20 ezer! 23 ezer és meddil! 20 ezer, kifújt a kassa, 20 ezer! Jaj, akkor Mr. Pyong dög! Meg fog dögleni! 20 ezer 500! Na jó van, figyeljen ide, 22 ezer, és akkor a bombát egybe bedobjuk a vízbe. Nem kell többet aggódni miatta. Lendben átadom. Huladon is vannak amúgy? Halló, itt vannak a túladó rendőrök? Jó, lendítsek, ez megoldható. Hát, nem tudom, azt ott kéne megkérdezni. Elütötte egy cipőt. Rendben. Viszont a bombát intézzék, kérem. Húzzon be a vízbe. Jó, lehet itt vissza terroristák csapottak a kamionba. Vétel, jó, eltűnt. Jó, rendben. Mondjátok a Roszkónak, mondta, hogy dobja bele a vízbe a C4-et, a C4-es kocsit. De jó magasról. Jó magasról dobja bele a vízbe, ha? Roszkó, dobj be jó magasról a C4-es autót a vízbe. Nyilván, hogy látható legyen a rendőr. Megköpjük a pénzért. Bedobjuk a vízbe! Elég ide a partner. Elengedjük a robbanós autót. Igen. Hozzam. Fél úton. Miért fizetnék? Lát a cellem itt szól. Rendben, adjon egy percet. De nem fizetek mindig ezeket. Roszkónak mondta, hogy engedj el ott. Jó. Így fogsz járni, ez nem fizetem a pénzt. Ez kurva nem nézett ki. Jöjjön, Lezzi! Jó, akkor mit szól? Most akkor oda visszük, magukhoz fél úton adják a kelpét, oda adjuk a túszt. Ebben van. Akkor ott találkozunk. Várj egy pillanatot. Szerintem nekem visszaadnád még utoljára. Figyeljetek, most adjuk oda izét, a túszt, a pénzért, aztán megyünk akkor. Ki, ahogy akar igazából. Igen, enged, amit nem adtak el. Adjál, szusasa! Rendben van, átadom, maga megadja oda a kollégámnak. Rendben. Engedd el! A rohadékok! Megyünk! Utás! Meg lehet a kocsival kéne, hogy... Bocsánat. Gyere, Berlin. Azt a rohadt! Kurva. Nagyon kemény! Meddig kell mennünk? Itt már jobbra lehet. Menjenes a hit közepéig. Hova tetted a jazzkiket? Én? Sehova, bazd meg. Nem is rádióba. Nem téged kérdem. Nem is abba rádióba. De tak jó, oké. Nem a kettő mellettünk. Nem itt mellettünk, tak jó. Az nyomi. Az meg, az jó ugrás? Az nem jó. Nem jó? Itt jó. Megvagyok. Jól vagytok lent? Én megvagyok. Running. Egyetlen, felveszem az autótokat, és ha kijöttek a jetskivel a partra, akkor dobok le nektek egy autót. Kurva se kell a víz, baszki. Mi a helyzet? Van, aki bajban van a vízbe? Vagy le tudtok ugrani mind? Haló? Hárman vagyunk csak lenne a vízbe, vétel! Jó, mi autóval mentünk. Ja, autóval mentek? Oh. Nem azt mondtad, hogy menjünk, amivel akarod, ez 5 jetski volt, meg 78-an ott volt. Magnum, ne menjetek sehova! Ketten férünk el a jetskin. Jó, de lazábbak voltunk, átmentünk a robbanáson. Valaki még beesett a vízbe. És ki van veletek? Jönnek autók, csak a Leopoldban. Takeo, Wonky, merre vagytok?
Csak elvog, csak elvog. Hát vannak, megvannak, menj, menj, menj. Megvannak. Menjünk a bocsájár felé, vagy ti mentek. Van valaki állítunk. Mi nagyon rábasztunk szerintem. Ez mit jelent? Rajtunk van egy helikopter, csomó jetski, hajó, tűzoltó. Tűzoltó? A jetskik esett, aki jetskivel van, azokat üldözik? Igen, helikopterrel. Meg nyomi még lent fekszik állítólag. Hogy ez Cooper? Ja, hogy maga, az azt hittem maga velem van. Ez Cooper. Ja, hogy ez nem ti vagytok mögöttem, a Cooper az bazeg. Én meg azt hittem, hogy valamelyik költök. Ja. Az fasza. Hallod, Magnó? Te vegy, helyezd most itt mögöttünk. Mi vagyunk a pirosnak a fehér. Te vagy itt Jetskivel alattam? Én nem tudom, én megyek a mosárba éppen. Itt vagyok én is, elhoztam a fekete BMW-t. Kijössz a partra, leadom neked a zsa. Jó, majd a szendítónak a túloldalán. Nekem a helikopterbe kéne szegíteni. Mi már autót lopunk, most sem megyünk a zsó. Ha kell autót, akkor mi elhagyom már minket. Én itt partra fogok futni szerintem, és hát partra fogunk futni, chat! Partra fogunk futni! Hú, nem bízok a hajóvezetési képességeimbe. Oxtal, kiukos kerek. Tim. Jaj. Útújra mi kell most ide? Régi üldöző zenék. Van egy kis baj. Volt rajtunk egy, most már 7-3. Hát mert unam, szára unam ezeket. Hát, nem tudom, melyik a jó zenék, amiket hallgattunk amúgy. Ez jó? Ó, ez jó. Hol tudnátok minket összeszedni? Mi a sebesült vonggal a város irányába megyünk. Hát én Takeo vagyok, Paletó felé. Magnum, te meg vagy amúgy? Üldöz a Cooper! Most gyerünk, bele kell húzni csat! Hú! Valóban ki kéne tenni egy pocin? Jó! Lemaradt! Jó! Lemaradt a Cooper, lemaradt! Mi történt vele? Jaj! Majdnem ez, szerintem ez! Tudod meg a helit? Magnum? Nem! Engem köröznek, csak helikopterrel üldöznek csak. Látlak, Roszko. Lerakod oda a kocsit akkor? Aha. A Coopert már nem, valahogy elhagytam, nem te vagy hogy. A fasz, nem hagytam el, itt jön! Tedd le! Kapja be, rohadék! Nyugati környékén. Nincs helyünk, most megyünk kocsit szeretni. Minket a parton meg viszont követnek már rendőrautóval is, úgyhogy mi lehet, hogy rá fogunk baszni. Mivel vagytok? Hát jetskivel. Palettmonál. Itt a helikopter, meg egy izé. Egy autó jön velünk párhuzamosan a parton. Megnézem, hogy a Jeep az ott van-e még a hídon. Ha igen, akkor azt felszedem, azt nektek is lerakom valahova. Királyvek, kösz. De ott van a BMW, vagy nem tudom. A BMW-t most Magnumnak dobtam le. Igen. Húha. Földút nem biztos a legjobb ez a kocsi. Azt rohadt. Uha! Uha! Geszi, le kell lassan egy kicsit. Na, most tényleg 10 perat, ja. Roszko, szerintem lassan kukázz a helit, mert egy-két ilyen szemben szarra fogják lőni, hogyha még egyszer valami ilyesmit próbálunk. Nincs itt egy darab autóm se. Gondolom én. Akkor figyeljetek. Mostantól a Cool Beans szállítói vagyunk.
Jó. Felvesszük azt a doberát, és a Cool Beans-nek vagyunk a szállítói. Ebben akarom le a pénzt, tehát hol az izgalom? Karcsis, add még már! Most tökéletlenül letettem, és hát... Van egy kamionom, van egy kamionom! Megmondod, hogy hova vigyem, buzi? Ide valahova, izdé, nyugati, itt, ahol... ahol... Bam! Paletó és a... Mondjad a bajlás, hogy 8 órát beszéltünk Easyvel, szóval... Talán a bolthoz közelebbi rész, tudod, ott van egy benzinkút, meg én az autópályánál. Mi bejutunk a városba, szerintem ott lerakom a pénzt, ezt kell bennyit. Katonaság fölött vagyok meg, úgyhogy ne sérsetek. Baj, izét beszéltünk, Easy 8-at, szóval nem akarok késni. Nem, hát az volt a baj, hogy ki akartam menni, és volt nem adrenalin, hogy belészúrjam, és megjelentek a rendőrök, és muszáj volt lépnem, és sajnos ott maradt. Nem tudod hol? Hát, szigeten itt Palettónál, de hát baszhatjuk. Már összeszedték a rendőrök. Ja, biztos? 100%. Ezt a szállandó szénbasztam, mert nem akartam ott hagyni, de hát így alakult. Hallod, Roszkó? Igen? Itt, ahogy jönnél, Palettót elhagyod, majd itt lesz egy ilyen félreálló, ilyen... majd körforgalomszerű, majd látod ezt. Én összerögszerű valakit, van egy kamionom. Majd oda gyere, oké? A bolt melletti körforgalom, az a kicsi homokban? Igen. Jó. Oda. Szóval mindenkit elkaptakam, hogy azon gondolkodok, ez nagyon, alig vagyunk a rádiónk ebben már. Nyomi, Dexter, veletek mi a helyzet? Még van, itt van mellettem, üldöznek a rendőrök, vizán vagyunk. Húzi, még csak most vagyok a szendító felett, úgyhogy nem egy villám. Ez sem hiszem, beválik az NPC-nek tettetés. Ez sem hiszem. És ez forrivad ráadásul, nem? Nem volt streamlás, vagy szerencsé, nem volt streamlás. Majd csak egy kis illezések volt, igazából kibebéjeltünk, nosztalgiáztunk klippeken, azt most volt egy darab szítunk, egy órát erpésztünk, szóval semmi nagyon túl extra. Uha, már azért kellene én. Merre jársz? Andító felett, meg mindig. Ha nem tud bejönni a nyára, faszom. Még legalább egy 40 másodperc. Merre vagytok amúgy? Palettó. Hát ez gond. Megjött egy helikopter is. Ez nagy gond, én egy fagyis kocsival vagyok. Az is király. Valaki be tud szállni, nem tudom, kirakjátok az útszél, meg felszerem. Be vagyok öltözve inkognitóba. Már két rendőr jetski plusz egy helikopter van rajtam. Most vagyok egy kicsit. Óriási a baj, mert most már 3 jetski és egy helikopter van rajtam. Ha már azzal rinyálsz, nem lesz gyorsabb helikopter. Tudom, csak mesélem. Márkusz, Leó, ti jól vagytok, ugye? Hát, mi kettő esélye? Na persze, ők meg már hesztelnek, iszták a sört, érted? Nem akartok segíteni a Vuzinak egy picit? Hát, meg egy 15 másodperc, és odaérek a lerakási pontra. Látni fogod majd, ahol a rendőrautó szirénázik. Na, oda rag le. Az a baj, lőni nem tudnak megkörözni. Térek
plusz Sotire való rendelés, ezt a szénén összevel. Szerintem, hogy adunk egy 50-50 ezeret, amúgy ez jó, bárki is írta ezt, ez amúgy tök jó ötlet volt, hogy adunk 50-50 ezeret mind a kettőnek, és megnézzük ki oszja be jobban, meg milyen fasságokra költik el. De látom. Na, itt vagy a parton? Igen. Látod? Látsz? Igen. Azt gyere kicsit előrébb. Előrébb gyere. Dob. Hova visz? Igen, tehát még 5 molotovra megoldható. Jó, szakasztó. Üdv, igen. Nekem kéne help, meg lesz a helyzet. Ha jöttök, nekem egy lyukas kerekem van. Mi helyzet vagy, Nyomi? Meg vagyok. Rossz kód, te le tudsz állni valahol? Össze tudlak meg nagyon füstölök, de nem tudom, le fog állni a motor, majd kiderül. Fejebb szállok, azt tettően nézek. Ja, nagyobb mennyiség. Leáll, nem tudok fejebb szállni. Oké. Én jövök vissza a város felé. Kiugrottál, vagy mit csinálsz? Nem tudok, van, nem tudom, magaság... Van, de nem tudok akkor a magasságot szerezni, hogy kiugorjak. Ez meg már füstöl, ez az autó. Merre vagy, Roszkó? Vagy hova fogsz landolni, hogyha kiugrasz? Paletóba. Ó, basz meg az, hogy 70 nem megy az autóm is. Ó, baszki. Megpróbálok eljutni valahova, izé... Csillirát oldalára. Itt vagy fölöttem, bazdmeg. Jövök vissza a városra, de már kerget egy rendet. Nem, ne gyere, menj neki, menekülj. Itt ilyen nagyon mennyiség, relatív. Csillárd oldalára lerakom. Hát... Íz, 15? Ez relatív. Oké. Megbeszéltük. Nem beszéltem a Liv-vel, mert nem veszi fel a telefont. Nyugodt, én jövök vissza a város felé, majd kéne egy full. Autón vagyunk, tök. Ja, jó, fasza. Jó, Splash, mi a helyzet? Követ engem ez a motoros? Hát mi már autóban vagyunk, Damien rakott ki nekünk autót, csak van rajtunk egy heli. Már két rendőr autó van rajtam. Tenni fogom. Mit fogsz csinálni, Buzi? Pitelni fognak engem. Városban nem tudsz bejönni, mi tudok kirenni neked kocsit? De tudok. Akkor még a katonasságnál vagyok az alagútnál. Piros parkolásba kirak egy autót, de aztán le kell lépjék, az a baj. Izzi, itt van, mehet akkor a kiszikaszi? Porsche Spider, biztos jó. Piros parkolóház elé. Mint tudod, a Arcadius-os oldalra kiraktam egy arany Porsche Spider neked, Buzi. Köszike, ha odaérek, akkor meg. Jobban, én biztos, hogy le kell lépjek. Szabadon találkozunk. Sziasztok. Vagy még majd ilyen. Szevasztok. Sok sikert kívánok nektek, meg a családotoknak is. Pocsika. Legyél szerencsés. 20-25 darab. Roszkó veled nézó? Na. Mehet a Sad Game Slotra. Ezt a pörgethetjük. Jó, ez a kis RP-cset, semmi hihetetlen durva, de már nem is terveztem. Azon most sem voltam biztos, hogy már RP-zek igazából, szóval... Mert nagyon random, úgy voltam vele, hogy igazából lehet, hogy csak beszélgetünk, meg kaszizunk, szóval... Nem terveztem túl durva.